Második alkalommal tisztelegtek Szent Ágotai János neves agykutatónk emléke előtt egy kétnapos konferenciával, melyen hazai és külföldi szakemberek tartottak tudományos és ipari kapcsolatokkal foglalkozó előadásokat. Az esemény egyúttal a Magyar Tudomány Ünnepének pécsi nyitó rendezvénye volt, melyen első alkalommal adták át a közelmúltban alapított Szent Ágotai és Junior Szent Ágotai díjakat. Előbbit Jakab Ferenc, a Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának vezetője vehette át, aki öröme mellett azt is kifejezte, milyen hatalmas előrelépést jelent szakmájának a Kutatóközpont működése. Ez az épület egy hatalmas perspektíva a Pécsi Egyetemnek, én biztos vagyok benne. A mi példánk az egy nagyon jó példa erre. Mi jöttünk egy egészen picike laboratóriumból, az régi, mondjuk régi épületből, és azzal, hogy ide kerültünk, gyakorlatilag megtízszereztük a kapacitásunkat, megtízszereztük a hatékonyságunkat. Olyan facilitás ez, nem csak számunkra, hanem szerintem minden kutató számára, amit ki kell aknázni, és használni kell az épületet méghozzá, azért, hogy nagyon jó kutatási eredményeket érünk el a jövőben. Bugyi Beáta a Fiatal Magyar Kutatói Társadalom egyik legtehetségesebb képviselője. Tudományos vizsgálataiban a sejtjeinkben található és működésükhöz elengedhetetlen aktinfehérje kutatásával foglalkozik. Kiemelkedő munkáját most Junior Szent Ágotai díjjal jutalmazták. Szerencsére az aktin, tehát tényleg minden, szinte minden sejt folyamatban szerepet játszik, tehát rendkívül változatos, izgalmas fehérje, úgyhogy hát ugye 1942 óta folyamatosan adott munkát a kutatóknak, így biztos vagyok abban, hogy az én életpályámat is végig fogja kísérni. Viszont lehet, hogy ugye most a sejtmozgással kapcsolatos funkcióit vizsgálom éppen, lehet, hogy néhány év múlva egy másik sejt folyamatban betöltött szerepére fogok inkább fókuszálni. A Szent Ágotai nap keretében született egy együttműködési megállapodás is, melyel a PTE és a Twentei Egyetem korábbi jó kapcsolatát igyekszik még szorosabbra fűzni a nanotudományok és a nanotechnológia területén, segítve egymás kutatóinak és kutatásainak fejlődését, a mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló tápoldatmarkerek vizsgálatával kapcsolatos projektben már együttműködőként vesz részt a Holland Intézet.